Két aranyérmet szerzett a Törökország Antáliában megrendezett Skander világbajnokságon Kőváriné Ivánfi Brigitta. Sem ballal, sem jobbal nem tudta megverni senki a versenyen, amire 50 országból több százan neveztek. A négyszeres európai és sokszoros magyar bajnok sportolót köszöntöm itt a stúdióban. Szia és gratulálok ezekhez az elképesztő érmekhez, itt vannak már az asztalon. Különösen azért, mert ugye tavaly Magyarországon volt a világbajnokság, és annyira szíved arra húzott, hogy itthon sikerüljön, akkor nem jött össze, de most igen, itt van, mi történt, mi lett más? Másképp készültél, más volt a verseny, mi volt most jobb? Igen, azt kell tudni, hogy tavaly volt egy Európa-bajnokság, Európa-bajnok lettem, és ennek fényében jött a VB közelget az, hogy itthon lesz, tehát hazánkban, és nagyon szerettem volna megkoronázni egy aranyéremmel még akkor, tehát hogy akkor, ha már egy ö, Európa bajnoki arany, akkor legyen világbajnoki arany is, és ö, magamra tettem egy akkora nyomást, ö, akkora elvárás volt magammal szemben, hogy hogy ez okozta azt, hogy, hogy nem nem jött össze az arany igazán. Akkor tulajdonképpen most nem történt más a felkészülésben, csak egyszerűen lazább voltál, és, és, és tudtad, hogy ennek most itt meg kell lennie. Felkészülés az kemény volt, ott nem lehetett kiengedni. Tudatosabban edzettem, föl voltak építve az edzéseim, tudtam, hogy mit, miért csinálok, mely, melyik izomzatom az, amit még még erősítenem kell, és akkor így vágtam neki a világbajnokságnak. Úgyhogy ugye idén is volt egy elbély már a hátam mögött, és akkor az ottani tapasztalatokat begyűjtve, felhasználva mentem a VB-re. Az, hogy valaki jobbal és ballal is ennyire eredményes legyen, és aztán ugye két kategóriában is indultál, ez, ez teljesen elfogadott, mindenki így csinálja, vagy azért ez kuriózumnak számít? Ez egy lehetőség, ugye mind a két kategóriában lehet indulni, koromnál fogva tudok már indulni a masters kategóriában, ami még tavaly nem volt lehetséges, Ö, nem mindenkinél jön azért ez így össze, tehát ez most az egy kivételes alkalom volt, hogy négy napot versenyeztem, és mind a négy napon lett érmem. Mennyit kellett erre egyszerűen? Azt tudod, hogy rengeteget. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni a családdal, és hogyan lehet azzal, hogy te ugye hivatásos katona vagy? Igen, nagyon nehéz, főleg most, most tényleg azt mondom, hogy idén, idén, volt a legnehezebb így a felkészülés, mivel ugye több, több, edzést igényelt az, hogy ugye az eredményekhez nagyon sok edzés kell tényleg. És mivel összetettebb edzés volt, több helyszínre mentem, volt, amikor az ország másik felébe utaztam el azért, hogy olyan emberekkel tudjak edzeni, akiktől tudok még tanulni, tudunk fejlődni, tudok fejlődni. És, és ugye ez, ez mind, a, mind a családtól vette el az időt. A munkahelyen szerencsére azért megértőek, és, és tehát támogatnak, támogatják a sportot, van bent is sportolási lehetőség, és sokszor kihasználva azt az időt is, tehát a magam javára fordítottam. Tehát így, így azért sok volt, és heti szinten, most ha azt nézzük, akkor heti szinten általában hat napot edzettem. Tehát egy nap volt az, ami pihenő, nagyon ritka volt az, hogy két nap pihenőnapot napot tartottam, mert szorított az idő. Azt mondtad, hogy lehetett még újat tanulni. Az ember azt hinné, hogy ebben a kocsmába, vagy esetleg egy haverommal össze akarom mérni a tudásomat, fölteszem a kezem, lecsapom, aztán kész. Mit lehet ebbe tanulni? Mi az, amiben még finomságok lehetnek? Mi az, amiben te nagyon jó vagy, hogy világbajnok lettél? Ugye itt a... Ami, amit folyamatosan lehet tanulni, az a technika, pici mozdulatok, a, a fogáson lehet javítani, hogy nem ott fogom meg az ellenfél kezét, ahogy, ahol eddig, hanem más máshol fogom meg, hogy könnyebb legyen borítani, a gyorsaságon lehet még javítani, mert ugye vannak olyan rajtok, amikor amikor a gyorsaságra megyünk, és nem, a, nem a, az erőre, az erő az már utána jön ki később, hogyha úgy alakul a, a meccs, tehát ezek, ezek amin, amin mindenképp lehet, és kellett is csiszolnom ahhoz, hogy hogy eredmény legyen. Lehet, hogy nem tudjuk pontosan a szabályokat. Mi az, ami a szabályos felállás? Egy picit azért most itt nézegetjük a, a képeket, mit lehet az elején, mit nem, csuklózás és egyéb ilyen, és a fogás, hát a fogás, azt gondolom, hogy, hogy egyfajta fogás van, de akkor ezek szerint még itt is vannak nüanszok. Tehát nézzük egy kicsit a szabályokat, hogy pontosan ez hogy is néz ki. Igen, azt tudni kell, ugye, tehát, hogy van az asztal, és két bíró irányítja a mérkőzést. Ők az elején be, beállítják tehát a szabályos felállás, az azt jelenti, hogy olyankor a csuklónak egyenesnek kell lennie, valamint a hüvelykújnak ez a felső újpercének ki kell látszódnia. Valamint, ahogy összefogok az ellenfélel, az összefogásunknak a közép, tehát a, a az összefogás pontja, az asztal középpontjára kell merőleges legyen, a vállak az asztal lapjával kell, hogy párhuzamosak legyenek, valamint fogni kell a kapaszkodót. Ha ez így nincs timmel, akkor helyek között, tehát a bíró el fogja indítani a meccset. Van olyan is, amikor nem találja a két... Két ellenfél a fogást, ilyenkor szokott bírói állításra sor kerülni, ilyenkor mindent a bíró csinál, nem szabad megmozdulni, mert amennyiben megmozdul bármelyikünk, akkor kap egy intést, és két intés után akkor akkor vesztes meccs van. Azt láttuk egy pillanatra, hogy volt, amikor szétcsúszik a kéz. Olyankor mi történik? Igen, ilyenre is van so, sokszor példa. Ilyenkor kötözésre kerül sor, van egy egy ilyen szalag, egy csat van a, a végén, és akkor ezzel van egy speciális kötözési mód, amivel a bírók összekötnek bennünket. Ott azon belül nekem annyit ö, megkérdeznek, hogy, ö, hogy ö, tehát hogy hova kérem a kötözést, hogy lentre vagy föntre. Ez ugye attól függően, hogy milyen technikát ö, használok, milyen technikával nyomok a, a, ott számít. Én általában föntebbre szoktam kérni, minél föntebb, tehát hogy a csuklom minél tudjon jobban tudjon mozogni. Tudom mozogni. Uh -huh és akkor mikor ez megvan, akkor a kötözésbe indítják el a meccset, de itt is még lehet fűszerezni azzal, hogy ugyanúgy van bírói állítás, és akkor azon belül van a kötözés, tehát ugyanúgy, ugyanakkor a bíró állít, közben kötözésbe anyunk, tehát nagyon sokféle. Mi a te fegyvered, amit úgy érzed, hogy, hogy az, az, nagyon jó, hogy megtanultad, hogy csinálod, mert, mert arra, hogy nem tudnak felkészülni, miben vagy te speciális? Én nekem általában az szokott a visszajelzés jönne meg, ahogy nézem én is a meccseimet vissza, hogy általában a gyorsaság az az elsődleges, amikor nagyon jól elkapom a rajtot, és ugye ilyenkor szokott az lenni, hogy egy, egy, egy meccs az általában két-három másodpercig tart, vagy még addig se. Ez az egyik valamint ugye külsőzni szoktam, tehát hogy én fölülről, fölülről indítom meg a, a kezemet, és kihasználom minden izomzatomat, és most rá ráfókuszáltam leginkább a hátamat, fogom, tehát a hátamat használom nagyon mostanában a nyomásokban, mert rájöttem arra, hogy abból nagyon-nagyon tudok tartani. És az edzéseken is, tehát ezt, ezt gyakorlom, és és most nagyon jól bejött, úgyhogy, úgyhogy még majd ezt, ezt ezt a további jogon is ezt fogom használni, meg még javítok rajta. A, ezek szerint, hogy az erő és a gyorsaság az, az nagyon fontos te inkább a gyorsasággal élsz. Ha azt nézzük, hogy hogy az edzéseit hogyan épülnek fel, akkor akkor mi az, amire koncentrálsz? Tehát sokszor összeállsz férfiakkal, nőkkel? Nem is tudom, szóval szerintem inkább szóval főleg férfiakkal, férfiakkal állsz, ezzel, tudsz, hogy, hogy, hogy ugye ők azok, akik tényleg fejlődést jelentenek ilyenkor. Tehát akkor, akkor mennyi az erősítés, amikor tényleg állsz és a súlyokat nyomod, és mennyi az, amikor szembeülsz valakivel és ezt gyakorlod? De általában heti egyszer van ö, asztalozós edzésünk, ezt így hívjuk, vagy padozásnak kinek, hogy amikor amikor tipikusan szkanderezünk. Tehát amikor amikor csak a szkanderről szól minden, nekem is van saját asztalom otthon, és akkor. Ö, jönnek, vagy a srácok jönnek hozzám, vagy megbeszélünk egy helyszínt, és akkor megyünk edzeni, és ott általában tehát nem a gyorsaságot gyakorlom az edzésen, hanem ott, ott erőből nyomunk. Direkt szoktam mondani a, a többieknek is, hogy gyakoroljunk erőből, mert, mert utána a gyorsaságot rá lehet építeni, de ha olyan meccs alakul ki, hogy az erőn dönt, akkor, akkor ne legyen elveszve az ember. Mellette pedig vannak a súlyzós edzések, de ezek is nekem speciálisak, tehát én speciálisan csinálom a, a gyakorlataimat, tehát például most egy biceps gyakorlatot azt teljesen máshogy csinálok, mint egy, aki csak lemegy a konditerembe és elkezd bicepszezni. Hát speciálisabbak kell lennie. Még egyet -egy gyorsan árulj el nekünk, hogy most pihenő jön, vagy, vagy mi az, amire legközelebb készülsz? A pihenő már megvolt, újra elkezdtem edzeni, lesz még egy országos bajnoki fordulónk Szegedem, november 24-én, valamint még december 8-án lesz Olaszországban egy Európa Kupa, és akkor ezzel lezárul az év, de januártól kezdődik újra minden előről. Hát remélem, hogy további ilyen szép sikereket érsz majd el. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen, köszönöm én is.